A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége 5 nagy rendezvényhez nyert támogatást a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetségénél. Ezek közül az első a megyei sporttalálkozó, amelyre 13 intézményből közel 150-en érkeztek a Nyíregyházi Városi Stadionba. Nyíregyházáról 6 intézmény, Nyírbátorból, Máté Szalkáról, Újfehértorról és Kislétáról is eljöttek a versenyzők. A mai rendezvényünkön csapatversenyben mérhetik össze a tudásukat a tanulók és a fiatalok, felnőttek. Ez a kis pályás labdarúgás, a streetball és a kötélhúzó verseny. Egyéni versenyszámokban pedig van a 60 méter síkfutás, kislabdahajítás, célbadobás, dárc és a bocsa. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint a fogyatékkal élők a sportban megtalálhatják azokat a kihívásokat, amelyek sikerélményhez juttatják őket. Ahogy a szlogen is mutatja itt mögöttem, mert ez több, mint sport, és ez nagyon jó kifejezi azt, hogy miről is van itt szó, hiszen a fogyatékkal élőknek egy-egy ilyen sportrendezvény nem csak egy sportolási lehetőséget jelent, nem csak egy kikapcsolódási lehetőséget jelent, hanem valóban azt érezhetik és joggal érezhetik azt, hogy ők bizony értékes tagjai a társadalomnak, és ráadásul itt olyan célokat tűzhetnek ki maguk elé, amelyek teljesítése esetén olyan sikerélménnyel, olyan élményekkel gazdagodhatnak, amelyel a saját test és szellemi fejlődésüket is nagyban segíthetik elő. A Megyei Szövetség december 3-án a Fogyatékkal Élők Világnapján tartja következő nagy rendezvényét. Nyíregyházán a Continental Arénában épp sportolók bevonásával rendeznek egy sportágválasztót a fogyatékkal élők számára.